itt vannak azok az zászlók, amit a 7. kerületi rendőrkapitányság volt kénytelen kiadni, miután a Pesti Központi Kerületi Bíróság jogerős határozatában őt erre késztette. És el kell mondjuk azt, hogy különösen felháborító az, hogy 100 000 forintos bírságokat szabtak ki többek között rám is, és a meghallgatás során a bizonyítékoknál egyértelműen csatoltam azt, hogy például a járványügyi szabályokat én betartottam, mert akkor szabályos maszkviselettel voltam, viszont az engem igazoltató rendőri állomány nem tartotta az előírt 1,5 méteres távolságot, és egyikőjüken sem volt maszk. Úgyhogy itt, aki ez esetben veszélyeztetett a járványügyi intézkedéseket, az az állományt parancsnoka lehetett. Utalnék arra az eseményre, ami ezután a májusi, itt a Dohány utcai esemény után történt, nevezetesen a Szabadság téren a BLM szobordöntögetők mellett kiálló magyar állampolgárok egy része beszédet is tartott, egyértelmű tüntetést tartott, és a mai napig tudomásunk szerint egyetlen emberrel szemben sem indult eljárás. A rendőrségnek nincs meg az a joga, hogy politikai tartalom alapján ítéljen meg, tehát rendeljen el intézkedést, és politikai tartalomtól függően pedig ugyanezt ne tegye meg. Ehhez a rendőrségnek nincs joga, úgyhogy ezúton is kérjük, hogy térjenek vissza a jogállamiság talajára, és eszerint folytassák munkájukat a jövőben. Elevenítsük fel, hogy mi is történt. A Deák téri kettős gyilkosság miatt vagyunk itt. A mi hazánk ifjaival már a gyilkosság másnapján a helyszínre érkeztünk, és elhelyeztük mécsesünket. Vannak köztünk, akik személyesen ismerték Lacit és Gergelyt, és vannak, akik egyáltalán nem ismerték őket. Mégis úgy gondoltuk, hogy kötelességünk megemlékezni rájuk. Nem politikai, hanem bajtársi kötelességünk. Mert a mi szemünkben ők hősök voltak. Hősök, akik bátran szembeszálltak támadóikkal, védelmezték azokat a hölgyeket, akik velük tartottak. És sajnálatos módon emiatt a másnapot már nem élték meg. Nem sokkal ezután hatalmas és példaértékű összefogást tanúsítottak a szurkolói táborok, és ennek köszönhetően hatalmas tömeggel emlékezhettünk rájuk, és közösen emeltük fel hangunkat az e fajta bűnözési típussal szemben. Köszönet mindazoknak, akik akkor ott voltak. A nemzeti összefogás él, és ez a nemzeti összefogás meg fog mutatkozni akkor is, ha jelenlegi kormányunk koronavírusra hivatkozva észszerűtlen újabb szigorításokat akar bevezetni, meg fog mutatkozni akkor is, ha a baloldali koalíció élet és így nemzetellenes cselekedetekre buzdítja az országot, és meg fog mutatkozni a 2022-es választáson is. Vannak dolgok azonban, amik pártok felett állnak. Ilyen a nemzet kérdése, ilyen a kultúra védelme, és bizony ilyen az igazságszolgáltatás is. Bízunk abban, hogy a rendőrség és a bíróság ezután eleget fog tenni kötelességének, védeni fogja a rendet és az igazságot fogja szolgálni. A Vármegye nevében el kell mondanom, hogy teljesen felháborító a rendőrségnek az a gyakorlata, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag megfélemlítés szempontjából vegzálják a hazafiakat. A mi feljelentéseinket folyamatosan elutasítják, az LMBTQP szervezetek feljelentéseire pedig rögtön ugranak és intézkednek velünk szemben. Felháborító, hogy a BLM rendezvényen, ahol önmagukat antirasszistának valló, bűnözők mellett kiálló demonstrálókat békén hagyják, ott is kizárólag a valódi fehérellenes rasszizmusra figyelmet felhívó hazafiakat bírságolták meg. Ideje lenne, hogy a rendőrség tegye a dolgát, és a határvédelmet, a közrendvédelmet biztosítsa, valamint az olyan felforgató szervezetekkel szemben intézkedjen, valamint a cigánybűnözőkkel szemben, akik folyamatosan rombolják a tradícióinkat és hagyományainkat. Jogvédőként engem a Gyurcsány rendszer, Bajnai rendszer ide alatt sem bírságoltak meg egyszer sem, noha számos nagyon éles helyzetben voltunk ott, és adtunk jogvédelmet, és azt kellett megélni, hogy most az új 2010 utáni rendszerben egy teljesen megalapozatlan módon
mégis engem most szankcióval sújtottak, de hát a bíróság ezt eltörölte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal inkább azon álliberális, álcivil jogvédő szervezetek munkáját kellene nemzetbiztonsági szempontból a rendőrségnek szemelét tartani és vizsgálni, kivizsgálni és felkutatni, hogy vajon milyen módon és milyen formában fenyegetik a magyar nemzetbiztonságot, milyen módon próbálják elősegíteni a globalista érdekeket, mintsem, hogy tisztességes polgárokat azért zaklassanak, mert ők a kegyelet jogával kívántak élni. Az igazság, a magyar igazság az elnyomhatatlan, és a nemzeti jogvédelem pajzsa pedig mindig azok mellett lesz, akik kiállnak a magyar nemzet érdekei mellett.